Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Magog Együttes nevében. Együttesen 2006-ban alakult, és az volt a célunk, hogy azt a csodát, amit ezek a hangszerek képviselnek, azt át tudjuk adni nagyon sok embernek. Nagyon sok helyen tartottunk előadást, hangfürdőket, és nagyon sokféle helyről jöttünk, főleg az a közös bennünk, hogy azon túl, hogy nagyon szeretjük a rezgéseket, nagyon szeretjük a zenét, valamilyen gyógyító szakmában dolgozunk, foglalkozunk energetikával, rezgésterápiával és egyéb mindennel. Én végzettségemre orvos vagyok, és most már több mint 25 éve nem hagyományosan gyógyítok. Nagyon tisztelem az orvos kollégákat, mindenhol, ahol gyorsan be kell avatkozni, a sokkal jobb a hagyományos orvoslás, és mindenhol, ahol elhúzódó a probléma, ott az a tapasztalat, hogy az alternatív módok sokkal jobbak. Én Szegeden élek, és itt is rendelek. Átadom a szót a Mátikának, egy pár szót mond magáról, és aztán bele is kezdünk az egészbe. Nagyon nagy örömömre, nagyon sokan vagyunk, úgyhogy egy hihetetlen fantasztikus élmény lesz. Van olyan, aki már hallott minket játszani? Van? Ó, nagyon jó. Hú, köszönjük! Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Kollár Néveles Márta vagyok. 8 éve foglalkozom rezgésekkel, energetikával, tudatosság növelésével, fejlesztésével, és igyekszem ezen az úton maradni, és aki erre vágyik, őt segíteni. A hangokról, a rezgésterápiáról annyit jól tudni, hogy több mint testünknek több mint 70%-a víz. Nagyon jól vezeti a rezgéseket, és ezért ezek az eszközök, a gongok, a tálak és a többi hangszer tulajdonképpen a víz által eljut a sejtetig, ott ki tudja fejteni jótékony hatását, és ezáltal beindulnak az öngyógyító mechanizmusok. Én most azt kívánom mindenkinek, hogy tárja ki a szívét, lelkét, és engedje, hogy megtörténjen az, ami most megtörténhet. Kívánom, hogy be tudjátok fogadni mindazt, ami most itt működik. Pár szót arról, hogy mi is történik egy ilyen hangfürdőn. Fürdőzni fogunk a hangokban, és lehet nyitott szemmel is végigülni, és az is egy nagyon izgalmas, mert az első alkalommal mi is nagyon nagy érdeklődéssel hallgattuk, hogy honnan és milyen hangok jönnek, és miért pont az a hang is. De hogyha becsukjuk a szemünket, akkor el tudunk indulni egy olyan belső utazásra, ahol esetleg találkozunk azzal a csodával, akik saját magunk vagyunk. Csak mindig minden kéri a figyelmünket, és általában kifelé figyelünk. Most itt egy alkalom, hogy egy kicsit becsukjuk a szemünket, és elinduljunk befelé, és hagyjuk azt, hogy a hangok vigyenek minket, és a hangok szárnyán jussunk el valami csodálatos helyre, és a hangfürdő elején érdemes megfogalmazni egy szándékot, egy olyan vágyat, egy olyan gondolatot, ami most foglalkoztat minket, és aztán azt is hagyjuk, hogy hadd menjen, és az a tapasztalat, hogy a rezgések, a hangok segíthetnek abban, hogy ezt a szándékot, ezt a vágyat minél könnyedebben tudjuk megvalósítani. Úgyhogy most mindenkit arra kérek, hogy helyezkedjen el kényelmesen. Egyébként a hangfürdőket fekve szoktuk tartani. Az együttesünk két alkalommal nagypénteken és karácsony előtt kint Tápén szokott tartani nagy hangfürdőt, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy érdeklődjön és jöjjön el erre is. Tehát, aki úgy gondolja, hogy szeretné becsukni a szemét, azt arra kérem, hogy csukja be a szemét, és engedje át magát ezeknek a hangoknak. A hangok azok átmossák azt a sok-sok milliárdi sejtőket. És valóban, mikor megszületünk, akkor még több mint 80%-unk vízből áll. És aztán a sejtek azok folyamatosan megújulnak, de veszítjük a víz százalékokat, és ezt a víz molekulákat, ezeknek a töltését is most meg tudjuk változtatni. Nyissuk meg a szívünket és a lelkünket, hogy be tudjuk fogadni azt a csodát,
azokat a lezgések adnak, és hogyha készen állunk rá, akkor meg tudjuk találni azt a csodát, akit valamennyien vagyunk. A gomba lélek hangja. Szia! A hangok fölött. Az első teremtő szó visszhangja. Gyere már, én szíves, mert szerettem volna ilyen kicsit sötétet csinálni, és nagyon sötétet sikerült, mert én nem értek hozzá, hogy kell. Én igen, hallatszol. Hallgass külső és belső értékeléseddel. Hagyd, hogy áthatoljon a tudatodon. Engedd, hogy föltöltsen. Engedd, hogy álmosson. Hogy újjáépítse a sejtjeidet. Thank you.
szeretetben rejtek itt csillag pihen. Sötéten az ég van rajd fenn, rejtek itt csillagot szonnyadozik. Ébreszt, hogy tündöklőn ragyogjon ég, szabad hold ezüstből éjjel fonod. Naparany éjjelet csillagot hozol, engedd, hogy felzengjen benned a csend. A mindenség néked akkor üzen. Fényárodat mossa a partjaidat, szellemet szólít a hangja igaz. Kezed, ha mozdul, s ha szólal a szám, jelenjen meg az égi világ. Szíved csillagát, ha megmutatod, felhőkön átragyog szép mosolyod, bánatból vont falak leomlanak, a minden, a semmi Isten marad. Bánatból vont falak leomlanak, a minden, a semmi Isten marad. Szép lassan vegyünk egy nagy lélekszintet, és térjünk ide vissza. Rengeteg csodálatos program lesz még itt ma, és mindenkinek azt kívánom, hogy találja meg azt a programot, ami neki a leges-leges legtöbbet ad. Mindenféleképpen felhívom a figyelmet, hogy nagyon intenzívek ezek a rezgések. A mai nap folyamán mindenki sok folyadékot igyon. Úgyhogy kimegyünk, akkor itt balra a második asztalnál én ott található leszek, és az együttesünknek a két CD-jét meg lehet kapni most, kedvezményesen 2500 forintos áron, úgyhogy aki haza szeretné vinni ezt az élményt, akkor az megteheti. Egy papírlapot adok ki, és hogy aki érdeklődik a hangfürdők iránt, legközelebb május 20-21-én a milliószoros napon fogom hangfürdőt tartani, és ha ott megkapjuk az e-mail címeket, akkor mindenkinek fogunk értesítést adni. Még annyit szeretnék mondani, hogy aki odajön a kis asztalkámhoz, ahol én ott vagyok, akkor egy nyereményjáték van, és egy illető kisorsolok, aki tőlem kezelést kap, Kahiloa masszázs közül választhat bárckezelést, lehet egy állapotfölmérést is kérni, és belső utazást is, úgyhogy mindenkit szeretettel várok, és én azt szeretném, hogy ismerjük el, és köszönjük meg Timikének a munkáját, mert most már hanyadik életünk? 4,5 éve. 4,5 éve, tehát a 9. rendezvényen vagyunk itt, mi mindig nyitottuk ezt a rendezvényt, és nagyon nagy megtiszteltetés, és köszönöm szépen, és mindenkinek azt kívánom, hogy vigyen innen haza valamit, amit otthon majd ad tovább, és ez egy ilyen ad tovább mozgalom legyen. És hogyha egyre többen adjuk tovább azt, ami épít, és előre vissza, azt gondolom, hogy meg fog változni a világ. Köszönjük szépen! Nagyon köszönöm, Éva!